A dombovári születésű zenész Fenyvesi Béla, a város díszpolgára és öccse Fenyvesi Gábor közös produkciójával vette kezdetét Dombováron, az az ünnepi gála, amelyen azok munkáját ismerte el az önkormányzat, akik kiemelkedő teljesítményt mutattak az elmúlt időben, és ezzel jó hírét vitték az 52 éves fennállását ünneplő városnak. A rangos eseményen jelen volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, hogy az évek alatt Nagyközségből egy élhető, fejlődő város lett a település. Akkor, amikor várossá nyilvánították, akkor még az itt élők igazából nem gondolták ezt, hogy azt, hogy ez a Nagyközség valóban város vagy várossá tud válni, viszont az elmúlt 52 év bizonyította azt, hogy az itt élők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a település olyan fejlődést fusson be, hogy minden olyan kritérium, ami a város si léthez, formához kell, azt tudja teljesíteni. Most azt mondhatjuk, hogy Dombovár egy olyan kisváros, ahol egyre jobb élni, egyre több fejlesztés van, és nagyon reméljük azt, hogy ez a fejlődés a következő időszakban is folytatódni fog. A gálára örömmel fogadta el a meghívást Benkő Tibor, honvédelmi miniszter is, aki ünnepi beszédében kitért rá, hogy akkor tud fejlődni egy város, ha vannak olyan emberek, akik tesznek érte. Amikor beléptem a terembe, és úgy ránéztem a közönségre, akkor azt mondtam, hogy ez egy igazi patrióta város. Éreztem rögtön azt az érzést, azt a hangulatot, hogy az emberek szeretik ezt a várost, és talán, hogy a jelenlétben is feltűnt, hogy meglátni, megszeretni, és itt maradni. Tehát én azt mondom, hogy szépből gratulálok egyrészt ehhez a rendezvényhez, másrészt háláson köszönöm azon embereknek az eddigi munkáját, amelyel megteremtették ennek a városnak azt a világát, amit hallottam, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a város, milyen sok minden született, és hát hallva azt, hogy milyen művészek, milyen sportolók, fiatalok és középkorosztályok együtt elismerésben részesültek, ez mind-mind azt mutatja, hogy ennek a városnak nem csak múltja, jelene, de jövője is van, és ehhez szépből gratulálok. A díjak átadásában Gyulai Miklós, a Magyar Atlétika Szövetség elnöke is segédkezett, aki gratulált Tar Imre és Fazekas Gáspár díszpolgári címéhez is. A két edző neve egyet jelent Dombováron az atlétikával, sportszeretetük, szakmai alázatuk, munkájuk mindenki előtt példaértékű, hangzott el a laudációban. Büszkék vagyunk arra, hogy a mai nap ilyen rangos társaságba vehettük át ezeket a kitüntetéseket, és amióta Dombováron ezt a díszpolgári címet adják, a Buzánszki Jenő bácsi, a Rózsa Norbert és a Bodai tanár után, aki főleg a néptánc miatt kapta testnevelőt, szintén mi vagyunk a következők, akik a sport miatt megkaptuk, úgyhogy ezért külön is örülünk. Azt szeretnénk elérni, hogyha utódunk lenne, és aki fiatalabbaknak átadni. Hát képzelje, 40 testnevelő tanár végzett a kezem alatt az iskolámba. Többen vannak Dombováron, és hát senki nem. Ezután Dombovár város elismerő díszjelvénye kitüntetést vehette át dr. Antalfi Zsolt, a daganatos betegek gyógyítása érdekében végzett példaértékű és áldozatkész orvosi munkájának, dr. Kerekes László, a Szent Lukács Kórház főigazgatója, óriási elhivatottsággal és erős hittel végzett vezetői munkájának méltó elismeréseként. Dr. Kalocsa Jolán közjegyző, kimagasló szakmai munkája mellett embersége, mecénás szerepe miatt érdemelte ki az elismerést. Riegel Erikát pedig elhivatottsága, szakmai tapasztalata, példaértékű hozzáállása, a fogyatékossággal élő embertársainak segítése felé tette méltóvá a díjra. Illés Károly, építőipari vállalkozott, környezetkímélő termékek szabadalmaztatása, társadalmi szerepvállalása, városszintű, folyamatos támogatása miatt ismerték el. Az ünnepi gálán 5 szorgalmas fiatal is elismerésben részesült. Kovács Adriána, Horváth Eszter és Zemán Zóra Zói és sportteljesítménye miatt vált eredményessé a Buzánszki Jenő díjra. Dombovár kulturális életében értéket teremtő és jelentős eredményeket felmutató Rákosfalvi Milán Istvánt Ambrus Sándor díjban részesítették,
Lakatos Lukács dr. Péter Gyula díjat vehetett át a tanulmányokban kimagasló eredményei miatt. Dombóvár elismert közössége díjat az idén 50 éves kaposkórus és a Dombóvári Kertbarát Egyesület, az Ivanics Antal díjat pedig Kövés Gyula cégtulajdonos vehette át a színpadon. A civil elismeréseket is a gála keretében adták át, melyekre idén dr. Kutasné dr. Bauer Margitot és Pápai Lászlót találták érdemesnek. Dombóvár városá avatásának 52. évfordulóján nyit lehetőség arra, hogy az ünnep alkalmából a testvértelepülések vezetői, küldöttei találkozzanak a 2019-ben megválasztott városvezetéssel. Kernen Imremsztál, Vír és Gyergyó Szent Miklós is elfogadta a meghívást, akiket örömmel fogadott Dombóvár, mondta el Pintér Szilárd, polgármester. Városnapján átadott elismerő címek, kitüntetések nem korhoz kötöttek, hangoztatta a polgármester. Dombóvár városa avatásának 52. évfordulóját egy koncert koronázta meg a művelődési ház előtti téren. Mindenki számára jó szórakozást szerettünk volna szervezni, ezért esett a választás a Neoton együttesre, egy kortalan együttes, ma is hallhatjuk minden nap a számaikat, a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki el tud énekelni vagy fütyülni egy számot a Neotontól. A szürke idő ellenére közel 2000-re látogattak ki a helyszínre.